Szerintem a hang, amit nagyon sok zenész elképzel, teljesen független attól, hogy milyen hangszere játszik, először a fejben születik meg, utána jön a kéz, aztán a technika. Ha ez a kettő együtt működik, akkor ez egy nagyon jó dolog. És pláne akkor, hogyha az ember az érzéseit és a gondolatait is, a szenvedélyét át tudja adni hangszerének, akkor tényleg ez egy csodálatos dolog. Így játszani. Mindig kell egy ilyen állapot, amikor az ember például szólóban, vagy teljesen mindegy, hogy milyen összeállításban a színpadra megy, akkor erre mindig fel kell készülni belül. Ez a harmónia, ami megszületik, biztos, hogy el is éri az embereket, amikor így megy fel felkészülten. Ha ezt tényleg nem tudnám, vagy nem tudnák a többi zenészek, akkor valószínű, hogy nem is nagyon lehetne játszani. Többször játszottam ebben a gyönyörű szép nagy teremben is. Amióta renováltak, azóta szerintem még nagyobb varázsa van. Nagyon sok helyen játszottam, de ilyen hangulatú terem, ez tényleg nagyon megkapó. Mikor az ember a színpadra kimegy, a teremnek az akusztikája, a légköre nagyon befolyásol a zenésznek a játékát, és természetesen a közönség mindig nagyon jó volt.